Nemrég a közösségfülhöz kitett egyik posztomban beszéltem róla, hogy elég sok dolgom van a napokban, azonban egy kicsit jobban haladtam vele, mint ahogyan terveztem. És ahogyan mondtam nektek ott is, hogy ha érkezik valamilyen fontos hír, amiről be lehet számolni, akkor mindenképpen be fogok nektek számolni róla. Ez nem annyira fontos hír, amiről a mai videóban beszeretnék nektek számolni, inkább csak egy olyan dolog, ami egy kicsit személyesen érintett és amely szerintem egy kicsit jobban fel lett fújva a mainstream média által, mint amennyire szükség lett volna rá sajnos. És láttam egy cikket ebben a témában, ami szerintem az egyik legundorítóbb dolog, amit valaha láttam. Igazából Matt Martinnak, a Lucasfilm Szöri az egyik Twitteren történt bejegyzéséről van szó, amiből egy-két mondatot kontextusból teljesen kiragadva és kiforgatva ilyen gyűlöletkeltő címet alkottak belőle, amiből egy olyan komment szekció született, amiből igazából csak ránézek és hány ingerem van tőle valami borzasztó, olyan emberekkel van tele, akik azt gondolják magukról, hogy tisztában vannak bizonyos tényekkel az új kánonnal és az egész Star Wars és a Lucasfilm működésével kapcsolatban, azonban nem csak az ri -e róluk, hogy egyáltalán nem így van ez, mert olyan kijelentéseket tesznek, miszerint a Star Wars 1 től 6 -től, de még a Zsivány 1 sem tartozik a kánonba, hanem olyanokat is, miszerint a Titan-t átalakították a kánonban Aktóvá, a Coruscantból meg csak valami random név nélküli bolygót csináltak, amit a hetedik részben egyből fel is robbantottak, és nem is láttuk, és ilyen hasonló badarságokat, aminek igazából semmi értelme nincsen. Szóval ebben a videóban egy kicsit kiállnék igazából Matt Martin és a Lucas film álláspontja mellett a Kánonnal kapcsolatban. Ez a téma azért is érint engem nagyon személyesen, mert én itt a csatornán rendszeresen kiállok amellett, hogy a legfőbb dolog, amivel ezt a toxikusságot jelenleg a Star Wars rajongóbázison belül meg lehetne szüntetni, és újra egyesíteni lehetne a Star Wars rajongói közösséget, az az, hogyha nyugodtan hallgatjuk meg egymás véleményét, mert mindenkinek joga van ahhoz, hogy véleménye legyen akár pozitív, akár negatív. A lényeg azonban az, hogy kulturáltan nyilvánítsuk ezt ki, és kulturált diskurzust folytassunk a témában. És igazából Martin éppen emellett az álláspont mellett állt ki ebben a tweetjében, azonban természetesen a rosszindulatúak mindenféle kiforgatásnak alávetették ezt az üzenetet. Na de miről is van szó pontosan? A Twitteren ugye Matt Martin a Lucasfilm Story Group egyik tagja, amely csoportnak az a feladata, hogy a Kánon kontinuitását minél jobban megtartsák és ellenőrzik a különböző történeteknek a megalkotását. És Matt Martin nagyon sokszor válaszolgat rajongói kérdésekre a Twitteren. Egy rajongó kérdezte tőle azt, hogy a jelenleg legendákba tartozó, régebbi klónok háborúja sorozatban lévő koruszanti csata nagyon jól meg volt valósítva, és mivel ezt az újabb klónok háborújában nem láttuk, és nem ütközik a kánonnak semmilyen elemével, és igazából még elég jól is illeszkedik, hiszen itt is említették, hogy Sakti vigyáz Pálpatinra, ezért lehet -e erről esetleg szó, hogy újra kanonizálják azt a fajta koruszánti csatát, ahogyan ott láttuk ezt. Erre Martin igazából azt felelte, hogy ha élvezed azt a történetet, akkor saját magadnak nyugodtan tekintheted a kánonnak a részének, mire ezt valaki nem teljesen értette és rákérdezett még egyszer, hogy ezt egy kicsit tisztázza már, hogy az pontosan hogy értette, és ebből igazából egy elég hosszú hozzászólás le, lett Martin részéről, ami az én saját szabadfordításomban így olvasható. Úgy gondolom, hogy az álláspont, amit közvetíteni szerettem volna, az, hogy az, hogy mi kánon és mi nem, Arról tájékoztat, hogy milyen jövőbeli történetek kerülnek majd elmesélésre, de nem igazán határozza meg azt, hogy egy adott egyén hogyan élvezi az ő saját kedvenc Star Wars történeteit. Szóval a korábbi példával élve, a személy azzal kapcsolatban kérdezett, hogy újra kanonizálható-e egy korábbi történet, mivel az a specifikus történet korábban nem volt felfedezve az új kanonban. Erre azt feleltem, hogy ha ő szereti azt a sztorit, akkor igazából nincsen semmi oka arra, amiért nem fogadhatná el azt idézélesen igaz. Az ő saját Star Wars verziójában. De, hogyha most lehetőség lenne arra, hogy azt a történetet az új Kánonban valaki más elmesélje, akkor nem kellene ahhoz a történethez tartani a magát, csak azért, mert az már megtörtént egyszer egy másik kontinuitásban. Szóval összefoglalásképpen, szükség van arra, hogy mi, a Lucasfilm, tudjuk, hogy mi Kánon és mi nem, hogy a lehető leginkább összefüggőként tudjuk tartani hivatalos történetmesélést, de ez nem azt jelenti, hogy a rajongók nem válogathatják ki személyes saját ízlésük szerint, hogy mit akarnak elfogadni igazként. Ez az egész csak fikció amúgy is, és kiválaszthatod azt, hogy mit fogadsz el a te saját Star Wars történetedben. Hogyha csak a hivatalos kánont fogadod el, király. Hogyha szereted kutyulgatni a dolgokat a különböző kontinuitásuk között, az is király. És hogyha szeretsz saját történeteket kreálni, az is teljesen rendben van. Igazából ez volt Martinnak a megszólalása, ami ekkora port kavart bizonyos körökön belül, és én igazából emögé az állítás mögé teljes mértékben be tudok állni. És én ezt igazából már korábban is említettem, még azt hiszem a szóló videómban, amikor igazából először megfogalmazódott bennem a csatornának ez a legfőbb mondani valója, amit közvetíteni szeretnék. Ez az egész, a filmek is csak filmek, és a könyvek is csak könyvek, az összes történet csak kitaláció, csak fikció. Attól, hogy van egy hivatalos kánon, amit figyelembe vesznek a jövőbeli történetek megalkotásában, illetve van egy másik kontinuitás, a legendák, vagy az Expanded Universe, aminek az eseményeit a jövőbeli történeteknél nem veszik figyelembe, attól még az nem jelenti azt, hogy te azokat a másik történeteket nem élvezheted. És hogyha valami nem tetszik, akkor nyugodtan veheted a legendákbeli változatát a történetének, mint a te saját fejbéli kánonod. Hogyha te saját történeteket írsz, és azt veszed a saját kánonodnak, az is teljesen rendben van. Nyugodtan lehet válogatni, hogy kinek mi tetszik, hiszen az is ugyanúgy Star Wars, mint ahogy a kánon kánoni Star Wars. Igazából e között nem lehet különbséget tenni, és az, hogy mi kánon, az igazából csak az új történeteknek az alkotó kötik. De a rajongók ugyanúgy élvezhetik a régi történeteket is, mint az újakat. Ebben senki nem akadályoz senkit igazából. És ez lett volna Martinnak a mondani valója, és ebből igazából nagyon furcsa gyűlölködés lett, amit én igazából nem is értek, mert ez inkább szerintem egy pozitív dolog kellene legyen, hogy például a legendák vagy az Expanded Universe rajongóinak a számára, hogy igen, azt mondják, hogy ez is nyugodtan élvezhető és beszámítható, mert ott is vannak nagyon jó történetek. Szóval nem értem ezt a felháborodást, ami e körül most zajlik, és igazából nagyon szomorú vagyok, mert főleg az olyan cikkek, amiket a videó elején is említettem, én azt érzem, hogy persze nyilván az a közösség, aki oda ezeket a kommenteket írta például, amiről a videó elején is beszéltem, ők nem részei annak a közösségnek, amit én a Youtube-on az évek során felépítettem, vagy próbálok felépíteni. Azonban valahogy mégis azt érzem, hogy az ilyen és ehhez hasonló cikkek tovább hergelik a már így is eléggé háborgó rajongó közösséget, vagy legalábbis egy része háborgó, és Amelyes, tönkre tönkreteszik azt, amit én próbálok itt felépíteni igazából a munkámmal. Szóval igazából ez személyesen is rosszul esik nekem, hogy ilyen megtörténhet. Igazából csak szerettem volna kifejezni a véleményemet ezzel az egésszel kapcsolatban. Én Martinnak emögé az állítása mögé teljes mértékben be tudok állni. Szomorú, hogy ezeket a dolgokat így kiforgatták, mert biztos vagyok benne, hogy ezzel igazából csak a jó szándék vezérelte őt. És szerintem ez a legegészségesebb állásmód, amivel hozzá lehet állni a Star Warshoz. Végérvényesen, akár mennyire is sokat jelent nekünk ez az egész, az egész csak fikció, és igazából senkit nem tilt el senki attól, hogy bármelyik történetet élvezhesse, és a saját kánonjának tekinthesse. Akár az Expanded Universe-hez tartozik, akár a kánonhoz. Én, személy szerint, nekem a kánon jobban tetszik, így én leginkább azzal foglalkozom. És a saját fejbeli kánonom is a hivatalos kánonhoz igazodik, ahogyan ezt már sokszor elmondtam, én a kánont jobban szeretem. Emellett persze vannak az Expanded universe is történetek, amiket nagyon szeretek, viszont azokat nem tekintem én sem kánonnak, mert ebbe az idővonalba nem illeszhetőek be. Viszont mindenkinek lehetősége van arra, hogy egy saját fejbéli kánont alakítson ki, akár a két idővonalat kombinálva, és akár válogatva innen-onnan különböző történeteket, amelyek éppen tetszettek neki. De hogyha valaki csak az Expanded Universe-t fogja fel a saját kánonjának, az is teljesen rendben van, teljesen joga van hozzá. A legfontosabb azonban az, hogy mindenki a saját megfogalmazott véleményét kultúráltan közölje már a másikkal, és ne idiótázzuk meg, le a másikat azért, mert az esetleg más gondol, mint amit mi, és ez igazából mind a két oldalra jellemző, szóval most én nem ilyen állásfoglalást vagy ilyen támadást intézek bármelyik oldallal szemben, ez igazából mindenkire érvényes. Természetesen, akinek nem inge, ne vegye magára, de azt gondolom, hogy ez mindkét oldalra valamilyen szinten jellemző. Szóval, amit ott láttam, az engem nagyon elkeserített, szóval, kicsit dobjatok fel esetleg a komment szekcióban, mert tudom, hogy ti az én kis közösségem, vagy a csatornának a közössége, jobbak vagytok ennél, szóval, egy kicsit állítsátok vissza a bizalmamat a Star Wars rajongó bázisban. Egy kicsit ez is volt a célom egyébként ez a, ennek a videónak az elkészítésével, hogy a saját lelki békémet egy kicsit helyreállítsam azzal, hogy kibeszélem ezt a dolgot egy picit. Szóval igazából ennyit szerettem volna elmondani. Érdekességképpen még azt is megemlítem, hogy akinek még volt saját fejbéli kányonja, az nem más, mint George Lucas. 2005. augusztusában a Starlog magazinnak adott egy interjút, amelyben a Starlog magazin azt kérdezte tőle többek között, hogy nem -e érzi összezavarodott magát azzal a kapcsolatban, hogy mennyi sokféle történet van a Star Wars-ban, és hogy nem-e zavarodik meg néha az új történetek rálásakor. Erre Lukasz a következőt válaszolta. Nem szoktam elolvasni ezeket a dolgokat. Nem olvastam egyetlen regényt sem, nem tudok semmit arról a világról. Az egy másik világ, nem az enyém. Próbálok vele valamennyire konzisztens maradni, azonban általában azt csinálom, hogy van egy ilyen Star Wars enciklopédia, szóval ha kitalálok egy nevet vagy ilyesmit, akkor belenézek, hogy volt-e már használva. Amikor azt mondtam, más emberek megalkothatják a saját Star Wars történetet, úgy döntöttünk, hogy legyen olyan, mint a Star Trek, tehát legyen két különálló univerzum. Az én univerzumom, aztán ez a másik. Igyekeznek az ő univerzumokat az egyénmel összhangban tartani, de előfordul, hogy egy-egy író túlságosan belelkesül, és aztán valami teljesen más irányba viszi el a dolgokat. Tehát, amikor még Lucasé volt a lucas film, és még létezett az Expanded Universe, igazából ő is hasonló ilyen fej, Kánont alakított ki, volt az ő saját univerzuma, és az Expanded Universe egy külön univerzumként kezelte, amiből, hogyha úgy van, átvett dolgokat. Erre igazából tökéletes példa, hogy Timothy Zahn nevezte el a galaxis központi bolygóját, tehát ugye a Coruscantot koruszántra. Ebben a regény sorozatban, tehát a legendákbeli klasszikus Tron trilógiában tűnt fel a koruszánt elnevezés először. Ez Lukásznak megtetszett, és a bajós árnyakban ugyan erre nevezte el. Tehát gyakorlatilag Lukász hozzáállása az Expanded Universe-hez hasonló volt, mint jelenleg most a Kánon hozzáállása a most már legendák néven ismert univerzumhoz. Szóval igazán Ahogyan Lukácsnak mindenki másnak is joga van ahhoz, hogy saját fejkánon talakítson ki, akár az Expand Universe, akár a kánon történeteiből egyaránt. Mindenkinek joga van a véleményalkotáshoz, mindaddig, amíg a skulturáltam fogalmazza meg, és a másik véleményét tiszteletben tartja. Véleményem szerint ez a legfontosabb, és szerintem Martin ezzel a kijelentésével szintén emellett az álláspont szerint próbált érvelni. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. hogyha tetszett, akkor németok egy lájkot vagy ratkozatok ha még nem nem tettétek volna meg, és csatlakozatok a porkat a Facebookon és a Discord szerveren, ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is, és sziasztok, az örül legyen veletek!